A Gazdasági Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság készült fel utolsóként a testületi ülésre. A többi bizottsághoz hasonlóan ezen bizottság tagjai is megtárgyalták a 2010-es évi költségvetési koncepciót. 2010. év az egy rendkívül nehéz esztendő lesz elsősorban működés szempontjából, hiszen az, hogy az oktatásból mondjuk Sátoraljóhelyben több mint 60 millió forintot fognak elvonni, ez már az intézményeknek a működését veszélyezteti. Ugyanakkor viszonylag kellemesen érezhetjük magunkat abból a tekintetből, hogy a fejlődés Sátoraljóhelyben tovább tud folytatódni. Ennek oka az, hogy a két pályázatokra Sátoraljóhely tudja biztosítani az önrészt, mondta el Palic István. A bizottság az ülésen sorba vette azokat a pályázati lehetőségeket, melyek a következő évben aktuálisak lehetnek. A 5. István iskolának a fűtéskorszerűsítése, az óvoda korszerűsítése, a Jókai iskolának a fűtéskorszerűsítésére kerülhet sor, valamint a bölcsödei helyeknek a növelésére is sor kerülhet. Ez a Dózsa György utcában lévő óvoda belső területén egy teljesen új épületet jelentene, ezzel növelni lehetne a fölvett bölcsödéseknek a számát. Az Egyesített Szociális Intézmény belül a Hősök terén az épület udvarán is egy új épület, az alapellátási szolgáltatást központot tudna felépíteni, valamint sor kerülne a Hősök terén a jelenlegi épületnek megint csak a fűtéskorszerűsítése, és például a teljes akadálymentesítés is. A bizottság javaslatot tett a kórház struktúra fejlesztési pályázat benyújtására, mely Európai Uniós pályázati lehetőség. 9000 négyzetméter alapterületnyi épület kerül lebontásra, vagy kerülne lebontásra, és ehelyett 7000 négyzetméternyi új épület kerülne, és kerül majd reményeink szerint felépítésre, akkor láthatjuk, hogy ez egy hatalmas nagy szám. Egy teljesen új központi épület kapna helyet a kórházban. Természetesen mielőtt valaki megijedne, a régi szép épületrészek azok megmaradnának, sőt a zöld területnek a nagysága is nőne így a bontások kapcsán. A bizottság a fejlesztési pályázatok benyújtásán túl javaslatot tett munkahelyteremtő pályázatok beadására is. Az önkormányzat már kijelölte azt a területet, ahol az ipari parkot is lehetne bővíteni. Itt is pályázna a város arra, hogy közművesítse ezt a területet, és amennyiben jobbra fordul majd a világ, és ismét elindulnak a befektetők, akkor már a város egy kész területtel állhasson ott, és hely tudjon állni, rendelkezésére tudjon állni azoknak a befektetőknek, akik ide akarnak Sátoraljóhelybe érkezni. A pályázatok beadásáról is ma hozott végleges döntést a testület, melyet híradónk után megtekinthetnek.